Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Bunkoknak és primitíveknek nevezte beosztottjait. Tiltakoztak a tükebusz dolgozói. Tiltakoznak a lakók a pécsi edzőnél. Elköltöztetnék a közeli kutyafuttatót messzebbre. Megújult a pécsi páros templom és kolostor. A kormány idén is támogatja az egyházi közösségek programjait. Színházat csinálnak kicsiben. Utoljára jelentkezett a Családbarát program a teátrumból. Bunkónak és primitívnek nevezte dolgozóit egy interjúban a pécsi tükebusz vezérigazgatója, ezért hétfő délre demonstrációt szerveztek a sofőrök a helyi közösségi közlekedés bonyolító cégnél. Dudálással fejezték ki nem tetszésüket. A szervező szakszervezet vezetője azt mondja, nem elég, hogy megalázóan alacsony a fizetésük, még meg is alázza őket a sajtóban a foglalkoztatójuk. Hosszas dudálással tiltakoztak a pécsi helyi járatú buszok vezetői hétfő délben a főpályaudvaron. Több okuk is van a demonstrálásra, mondja az önkormányzati cégnél működő szakszervezet vezetője, akik meghirdették ezt az akciót elégedetlenségük kifejezésére. 1265 forintos a tükénél az alapórabér, ez megalázóan alacsony, és akkor ez mellett akkor negatív kritikával illette a munkáltató a dolgozókat. Ugye ez kritikán aluli volt, és tulajdonképpen ezzel átlépett egy olyan határvonalat, ami mellett már nem mehetünk ezt szó nélkül. És akkor a véleménynyilvánításnak ezt a formáját választották az autóbuszvezetők. De nem csak őket sértette meg a tükebusz vezérigazgatója egy interjúban. Nem tetszett senkinek, mert ugye itt az autóbuszvezetőket is, és az ellenőröket is minősítette, ugye akik így a forgalomban találkozunk az utazóközönséggel. Úgyhogy mindenki megdöbbent rajta, és persze mindenki jelezte, hogy valahogy fejezzük ki a nem tetszésünket. Bunkónak és primitívnek nevezte az autóbuszvezetőket, valamint a jegyellenőröket, Bánkuti István, abban az interjúban, amit a pécsi egyetemisták lapjának adott. Kérdés, hogy a történtek után maradhat-e a pozíciójában. Erről a végső szót a tulajdonos, vagyis a pécsi önkormányzat mondhatja ki. Sajtóinformációk szerint Bánkuti István felajánlotta lemondását, ezért kerestük a városházát is. Ott azonban azt mondták, egyelőre még nincs senki, aki nyilatkozhatna az ügyben. Úgy tudjuk, vizsgálják a vezérigazgató megnyilvánulásait a városházán. Bánkuti közben elismerte a sajtóban, hogy ezeket a kifejezéseket használta, amiért most elnézést kért. De egyelőre marad a bérfeszültség a tükebusznál. Beesik most közel 1,5 milliárd forint a repülőtér értékesítéséből befolyt összegből, amit szintén lehetne akár a bérrendezésre is fordítani, hogy a városban megfelelő közlekedést lehessen biztosítani. De ott van az a 600 milliós keret is, amit a decemberi közgyűlés szavazott meg polgármesteri keretnek. Ezekből lehetne rendezni a buszvezetők bérét, ami az alapprobléma, mondja a polgári oldal frakcióvezetője. Nem, hogy ezt nem tudja kezelni a Bánkuti igazgató úr, hanem láthatóan a megfelelő szavakat sem találja ahhoz, hogy szót értsen a kollégáival. Nem fordulhat elő az, hogy ilyen lebecsmérlő szavakkal illesse bárki az alkalmazottakat. Az pedig nyilván vérlázító, hogy az ő fizetését a duplájára emelik. Ami havi 1 millió, miközben a buszvezetők alapórabérek csak 1265 forint, mondja a frakcióvezető. Kővári János szerint egy rossz pályázaton egy rossz vezetőt választott ki a baloldali városvezetés a tükebusz élére. Szerinte másik munkát kellene keresnie Bánkuti Istvánnak. A hétvégi összesített adatok alapján a beoltottak száma 6.319.434 fő, közülük 6.059.382 fő már a második, 3.417.089 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az elmúlt három napban 21.219 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.348.233 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 270, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40.507 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1.169.775 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 137.951 főre emelkedett.
2630 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 228-an vannak lélegeztetőgépen. A pécsi edzőhöz fordultak petíciójukkal a Móricz Zsigmond tér egyik társasházának tulajdonosai. A közelükben kialakított kutyafuttatót nehezményezik. Azt mondják, gyakran okoz összetűzést, hogy az ugatásukkal megzavarják a házban élőket az ebek. Többször alakult ki konfliktus egy-egy kutyatartóval ezért. Azt szeretnék, ha messzebb vinni az önkormányzat a négylábúaknak kialakított területet, különben bírósághoz fordulnak. Ez az a kutyafuttató, ami ellen tiltakoznak a közeli társasház lakói a pécsi Móricz Zsigmond téren. Szerintük túl közel alakították ki a lakóhelyükhöz, ami zavarja az itt élőket. Ez már a pécsi városház előtti tér. Két lakástulajdonos és a terület fideszes önkormányzati képviselője jött petícióval a jegyzőhöz a kutyafuttató miatt. Nem magát a kutyafuttató létesítését ellenzik, elismerik, hogy ez egy valós szükséglet, ugyanakkor azt szeretnék, hogyha mindez úgy létesülne és úgy működne, hogy az ő mindennapjaikat, az ő jó közérzetüket, az ő korábban megszokott életüket nem borítaná fel és nem zavarná. Na azt gondolom, hogy ez egy jogos igény. Ennek tükrében szólaltam föl múlt decemberben a közgyűlésben, és ahol lényegében polgármester úr egy semmit mondó választ adott. Ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakók. A 38 lakástulajdonosnak a többsége aláírta a petíciót, hogy helyezzék messzebb a lakóházuktól a létesítményt. Ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, akkor más fórumon viszik tovább az ügyet, mondja a képviselő. Ha az önkormányzat továbbra is elzárkózik attól, hogy a lakók kérését figyelembe vegye, akkor felmerül annak a lehetősége, hogy a lakók egy perközösséget alakítanak, és kártérítést követelnek az ingatlanok értékcsökkenése, illetve az őket érő egyéb károk miatt az önkormányzattól, valamint birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhetnek. Ezután a tulajdonosok és a képviselő a jegyző irodájába mentek, hogy átadják a petíciójukat. Információink szerint Pécs jegyzője azt mondta a megbeszélés után, hogy jogos a kérés, de kér egy hónapot az önkormányzat az ügy kivizsgálására. Mint ismert, 2020. októberében, novemberében a lakók megkérdezése nélkül alakította ki a kutyafuttatót a terület DK-s képviselője 300.000 forintból. A szennyvíz SARS-CoV-2 örökítő anyagának koncentrációja országos átlagot tekintve ismét enyhe emelkedést mutat. A vizsgált városok közül emelkedő tendencia Debrecen, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya és Zalaegerszeg esetében látható, míg Szombathelyen enyhe csökkenés tapasztalható. Pécsen a koncentráció mérsékelt. A SARS-CoV-2 örökítő anyag koncentráció 13 mintavételi helyen a mérsékelt, míg 9 településen az emelkedett kategóriába sorolható. Magyarország kormánya támogatásával kívülbelül megújult a pécsi Pálos templom és kolostor. A Pálos rendet megszervező Boldog Özséb halálának a 750. évfordulójához kapcsolódó program keretében bővültek is az akadálymentesített komplexum közösségi terei. Az átadó ünnepséget szombaton tartották, ahol Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át a megvalósult beruházást. A Boldog Özséb program keretében kormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 500 millió forint értékben megújított pécsi Pálos templom és kolostor átadásán, azt mondta az államtitkár, az idei évi forrás segítségével az egyházi közösségek táborokat, találkozókat szervezhetnek, így élettel telhetnek meg az elmúlt időszakban felújított vagy újonnan emelt épületek. Pálos közösség elmúlt 8 évszázadban magyar nemzetnek nagyon sokat adott hitben is, megerősödésben is, kitartásban is, és teljesen természetes volt, hogy amikor ők fordultak kéréssel, támogatással a kormány felé, akkor a 750 éves évfordulójukon mindezt megtettük. És ennek köszönhetően 5 településen, Márianosztrán, Budapesten, Petőfi szálláson, Hargitafürdön és itt Pécsett is rendházak, templomok, illetve közösségi terek újulhattak meg. Kővári János, pécsi önkormányzati képviselő, a Baranya megye önkormányzat fejlesztési biztosa elmondta, a beruházások egy összetartó helyi közösséget szolgálnak. Segítségükkel újra és újra otthonra lelhetnek a hívők. Számukra nagyon fontos nem csak a templom, hanem maguk a pálosok is, hiszen ők azok a testvérek, akik mindig velünk vannak. Mondhatjuk a magyar történelemben, ugye most már lassan 800 éve
amikor csak lehetőség volt, akkor mindig mellettünk voltak a nehéz időkben is, és remélem, hogy ez így is marad. Az új lelkiségi központ is azt a célt szolgálja, hogy akiknek szüksége van arra, hogy az életük valamilyen nehezebb fázisában segítséget kapjanak, ott mindig ott lesznek a páros testvérek, és reméljük Bíró Püspök atya is még sokáig velünk lesz. A felújítás 2,5 év alatt valósult meg. Most volt ideje a pálos rendnek átgondolni, hogy új funkciókat is adjanak a helynek, mondta Puskás Róbert Antal atya. Nagy szükség, vagy még nagyobb szükség van, hogy legyenek olyanok, akik meghallgatják azokat, akik ide érkeznek különféle problémákkal, krízisekben kell az életükben. Ez a lelki gondozói, vagy a lelki gondozói része ennek az egész projektnek. A másik pedig itt a templomban indíthatunk olyan kurzusokat, olyan tanításokat, olyan imádságos együttléteket, amelyek ugyancsak más szempontból, természetfeletti szempontból is segítik, gyógyítják az embereket. A Szent Mise keretében az első Remete Szent Pál ünnepéhez kapcsolódó hagyományos rendi szokás szerint a páros szerzetesek megújították rendi fogadalmukat. Az Agrárminisztérium idén is meghirdeti környezet és természetvédelmi feladataihoz illeszkedő, a civil feladatvállalás segítő 70 millió forint keretösszegű zöld forrás pályázatát. Támogatási igényt közhasznú környezet vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek nyújthatnak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő projektterveikre. A pályázatok 2022. január 14-től 2022. február 14-ig kizárólag postai úton adhatók be. Egy igénylő legalább 800 ezer, legfeljebb 3 millió forint összegre pályázhat. Alkotók és szereplők a nézők közül toborozva így mutatják meg a színház működését egy családbarát programnak köszönhetően Pécsen. A gyerekek és szüleik egy mesét visznek színpadra a Játszma velem elnevezésű foglalkozás keretében. A népszerű program azonban most véget ér. Az ötletgazdák most újabb pályázati lehetőségre várnak, hogy folytathassák. A mondókákat tanulják a gyerekek a zenészekkel, amit majd előadnak velük a színpadon. Te vagy a lassú járású Ed, jó? A színházteremben a szerepeket osztják ki, miközben az előtérben készül a festett díszlet. Ebben a produkcióban a résztvevők, egyben a szereplők is, ahol végül egy rövid mesét adnak elő szinte mindannyian. Miután színjátszó foglalkozásokat tartok, heti táborokat tartok, gondoltam egy merészet, hogy mi lenne akkor, hogyha egy délelőtt belesűrítenénk ezt az egészet, és megpróbálnánk a gyerekekkel egy délelőtt alatt előadást készíteni, tehát nem csak a gyerekekkel, hanem értelemszerűen a családokkal, tehát anyukák, apukák, nagyszülők is bevonhatóak lennének ebbe. Mutassuk meg a színházat kicsiben. A színházigazgató bízta meg Tamás Évát, hogy találjon ki egy programot egy családbarát színházi pályázatra. Erre született meg a Játszma velem, amivel nyertek. Azonban január közepén véget ért ez a lehetőség. A pályázatban 6 előadást tudtunk vállalni. Sajnos ez a 6 előadás ez lement, mindegyik teljes teltházzal és nagyon-nagyon jó hangulatban. A folytatással kapcsolatban azért vannak kétségeink, hiszen az előadásnak a költsége elég magas, sok ember dolgozik benne, anyagköltség is folyamatos minden előadáson. Jelenleg továbbjátszási pályázatunk nincsen. Ez az a program, amit nem szabad abba hagyni, mondja Tamás Éva. Ezért most új forrásokat, pályázati lehetőségeket keresnek a folytatáshoz. Így reményeik szerint csak átmenetileg szünetel a Játszma velem program a Pécsi harmadik színházban. Jól meghatározhatóvá válhat a Mohácsi csata helyszíne a Pécsi Tudományegyetem kutatásai alapján, közölte Pap Norbert, az intézmény történeti földrajz professzora az MT-vel. Pap Norbert elmondta, egy 1700-as datálású térkép más írott források és a közelmúltban elvégzett műszeres vizsgálatok eredményei alapján esély nyílik az 1526-os ütközet helyszínének megtalálására. A kutatók között egy évszázada folyik a vita arról, hogy pontosan hol zajlott a sor
sorsdöntő küzdelem. A PTL Szent Ágota János Kutatóközpont történeti és politikai földrajzi kutatási centruma vezetőjének tájékoztatása szerint a helyszín meghatározásában szerepet játszó, a Mohácsi síkságon egykor és ma fekvő településeket érintő földrajzi névelemzés és egy újabb környezetrekonstrukciós vizsgálat is lezárult a közelmúltban. Pap Norbert hozzátette, hogy a Mohácsi csatatérrel kapcsolatos kutatások a jövőben is a Bölcsészettudományi Kutatóközponttal szoros együttműködésben folynak. A 2022-es év első bajnokián a baranyai riválist, a Mohácsi Téje 1888 gárdáját fogadta a Kozár Miszlenye SE MB1-B-s női kézilabda csapata. A végi kiélezett rangadón 7-7-es félidő után 18-16-ra győzött Kovács Tamás együttese, megtartva ezzel a negyedik felsőházi helyet a nyugati csoportban. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a Kozár Miszlenye-SE Mohács összecsapás rangadó lesz a javából a női kézilabda MB1-B-ben. Ráadásul betegség miatt 5 játékost volt kénytelen nélkülözni Kovács Tamás, a házigazdák vezetőedzője. Az első gólra több mint 5 percet kellett várni, és azt is a vendégek szerezték büntetőből. A 8. percben aztán Tobak Luca révén a Kozár Miszlenyék is betaláltak, és attól kezdve a félidő végéig fej-fej mellett haladt a két gárda, de a második játék részben már a házigazdák akarata érvényesült. A parás hangulatú mérkőzésen még a piros lap is előkerült, a Mohácsi Háner Dórát állította ki a játékvezető. A találkozó az 57. percben Lengyel Leonetta góljával dőlt el. A 4 gólos különbségen ugyan faragott még a Mohács, de a megyei rangadó 18-16-ra a Kozár Miszlenye-SE nyerte. A csapatnak is az akarata, a tűz nagyon tetszett. Egy embert, aki kell emelnem, az az Imrei Nóri, és hát ő volt ma az X-faktor. Ma előhúztuk a nyuszit a kalapból. Ugye Nóriról azt kell tudni, hogy most érkezett hozzánk a nyáron, egy nagyon komoly térsérülés keresztszalagszakadásból épült fel, és gyakorlatilag az első felnőtt meccse volt a csapatnál, és a héten edzett először a csapattal. Imrei Nóra 4 gólig jutott a Mohács elleni rangadón. Nehéz volt eléggé, de nagyon befogadtak a csapattársak, és nagyon sokat bíztattak, illetve nagyon jó közösségbe kerültem, és fantasztikus érzés, hogy ilyen hamar megkaptam a bizalmat, hogy pályára léphessek, és úgy gondolom elég sokat is tudtam játszani, remélem tudtam élni a lehetőséggel. A Kozár Miszlenye-SE ezzel megtartotta negyedik helyét a tabellán, míg a Mohács jelenleg a 7. Az új lebonyolítási rend szerint a felsőházba az első 5 csapat kerül majd, és jövőre egy csoportos lesz az MB1-B. Ha most megnézzük a tabellát, akkor szerintem gyakorlatilag a 2.-tól a 7. helyig tényleg a végén fog eldőlni, hogy ilyen meccsek függvényében, keresztbejátszásokban, hogy ki lesz az az első, aki bekerül a felsőházba. Aztán meglátjuk, hogy ki lesz még az alsóházból, aki küzdeni fog érte, de azt hiszem van jó néhány csapat, beleértve magunkat is, akik tényleg szeretnének jövőre is mindezek a nehézségek ellenére NB1-B-t játszani. A Kozár Miszlenye-SE hazai pályán legközelebb január 29-én játszik, akkor a listavezető NEKA lesz Kovács Tamás együttesének ellenfele. Péntektől vasárnapig 773 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 195, szombaton 385, vasárnap 186 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és rendőrök. Emellett a horvát, román, ukrán határ és az ország belsejében elfogtak 7 határsértőt, akikkel szemben idegen rendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1602 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten január 3-ától 9-ig a feltartóztatottak száma 1952 volt. Emellett az elmúlt héten a horvát-román-ukrán határnál és az ország belsejében 13 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegen rendészeti eljárás indult. A régió híreivel folytatjuk.
Ugyancsak részlegesen, de hamarosan újra nyit a Tamási Termál fürdő, jelentette be a város honlapján a fürdő üzemeltetője. Porga Ferenc polgármester elmondta, hogy a tavaly novemberben kigyulladt épület tetőszerkezetének teljes javítása a régi fürdő helyreállításával egy időben zajlik majd. Az üzemeltető és a város önkormányzata ezidáig azon dolgozott, hogy mielőbb újra nyithassanak. Ez január végén meg is történik. A Tamási termálfürdőben még 2021. november 1-én a késő délutáni órákban csaptak fel a lángok a nyitvatartási idő alatt. A tűz, amelyet az ott dolgozók eloltottak, egy emeleti medence lambériás részénél keletkezett, de miután a füst ezután sem szűnt meg, így a kiérkezett tűzoltó egységek megkezdték a tetőhéjazatbontását. Mintegy 500 négyzetméter felületű tetőburkolat és szigetelés égett. Az oltásban 6 gépjármű fecskendővel, csaknem 40 tűzoltó vett részt. A káresemény megtörténte óta az üzemeltető és Tamási város önkormányzata azon dolgozott, hogy a Tamási termálfürdő minél előbb újra fogadhassa a pihenni és feltöltődni vágyó vendégeit. Az üzemeltető a város honlapján jelentette be, hogy 2022. január végétől részlegesen bár, de újra megnyitják a kapukat. A hatóság jelen esetben a katasztrófavédelemnek a hivatalos vizsgálata lezárult. Ahogy az sejthető volt, a tüzet elektromos hiba okozta, de emberi mulasztást, illetve az üzemeltető felelősségét nem állapította meg a vizsgálat. A Tamási termálfürdő sérült tetőszerkezetének részleges helyreállítása megkezdődött, a strandolni vágyok pedig hamarosan újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony erejét. Január 29-én részlegesen ugyan, de újra nyit a Tamási fürdő. A részleges nyitás pedig azt jelenti, hogy a szaunavilág teljes egészében és két külső termálmedence, nyilván a öltöző és kiszolgáló épületekkel együtt meg tudja nyitni a kapuit. A leégett tetőszerkezet teljes helyreállítási munkálatai a régi fürdő újjáépítésével egy időben zajlanak majd. Idős férfira támadt két fiatal Tengelicen. Az áldozat egy baltával próbálta távol tartani az erőszakos férfiakat, ám nem sikerült neki. Végül 210 ezer forintot vettek el tőle. Emiatt hamarosan hosszú évekre börtönbe mehetnek. Egy ehhez hasonló baltával próbálta elijeszteni az udvarára jogtalanul belépő két férfit az idős tengelici áldozat. A korábban már többször is büntetett elkövetőket, viszont nem rémítette meg az éles eszköz. Rátámadtak az áldozatukra, dulakodni kezdtek, majd egyikőjük kicsavarta a kezéből a baltát. A másik támadó ekezben a férfi nadrágjának farzsebébe nyúlt, ahonnan 210 ezer forintot vett ki. A sértett végül hanyatt esett, a támadók pedig egyszerűen elsétáltak a helyszínről. A két rablót könnyen elfogták a rendőrök, a bíróságon most döntöttek arról, hogy letartóztatják őket. Azért rendelte el a bíróság a letartóztatást, mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megpróbálnak a bizonyítási eljárást veszélyeztetni, azáltal, hogy összebeszélnének, vagy amíg ki nem hallgatott tanukat megpróbálnak befolyásolni. A bíró szerint az is félő lett volna, ha szabadlábon hagyja az erőszakos rablókat, hogy megpróbálták volna megfélemlíteni az áldozatukat a vallomása megváltoztatása érdekében, vagy újra rátámadhattak volna. Mindkettőjük vonatkozásában fennáll a bűnismétlés veszélye is, mivel a sértettel fennálló viszonyukra tekintettel alappal lehet tartani attól, hogy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el. A két férfi akár 12 év börtönbüntetést is kaphat fejenként, ha a bíró végül bűnösnek mondja ki őket. 30 napra letartóztatta a rendőrség azt a grúz embercsempészt, akit néhány napja Szekszárd belvárosában autós üldözés után fogtak el a rendőrök. A bűnöző végül gyalog próbált menekülni, ám a rendőrök hamar elfogták. Neki itt az embercsempész, illetve a migránsokkal kapcsolatban intézkedett. Köszönöm az együttműködést, illetve a részvételt. CB Rádión köszönték meg az elfogásban résztvevő rendőrök munkáját a kollégáik, miközben egyikőjük megmotozta a buszmegállóban az illegális migránsokat. Az embercsempészt az M9-es úton akarták igazoltatni, ám nem állt meg a rendőri felszólításra, ekkor kezdték üldözni. Végül Szekszárdra menekült a kocsijával, a Tolnai megyeszékhely belvárosában több rendőrautó is üldözőbe vette. A bűnöző aztán az elkerülő út mellett egyszer csak lefékezett és a bérházak közé szaladt. A kocsiban csak az 5 migráns maradt.
Ezek már a pénteki felvételek. A rendőrök bilincsben is vezetőszáron kísérték a bíróság épületébe a grúz bűnözőt. A bíró arról döntött, hogy elrendelje a 30 napos letartóztatását. Végül úgy döntött, ez indokolt, ugyanis szabadlábon hagyása esetén, véleménye szerint, az embercsempész megszökhetne. Az ügye első tárgyalására várhatóan néhány napon belül kerül sor. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer. Bunkoknak és primitíveknek nevezte beosztottjait. Tiltakoztak a tükebusz dolgozói. Tiltakoznak a lakók a pécsi edzőnél. Elköltöztetnék a közeli kutyafuttatót messzebbre. Megújult a pécsi páros templom és kolostor. A kormány idén is támogatja az egyházi közösségek programjait. Színházat csinálnak kicsiben. Utoljára jelentkezett a Családbarát program a teátrumból. Kedden sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Még sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalra 0-2 fok közé hűlhet a levegő, kora délután pedig 5-8 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!